Október 26-án a Móri Zsigmond Színház nagy színpadán mutatják be a Mesél a Bécsi erdőt. A próba folyamatok már a végéhez közelednek, de a darab rendezője és főszereplője időt szakított arra, hogy ellátogassanak stúdiónkba. Szeretettel köszöntöm Fehér Balázs, Benőt és Szalai Bencét. Meséljetek nekem egy picit arról, hogy milyen történetet nézhetnek majd meg az érdeklődők. Ez alapvetően egy szerelmi történet, tehát az is fogott meg elsősorban belőle, hogy az első felvonás utolsó három jelenete az szerencsétlen és kiszolgáltatott emberek kapaszkodása egymásba, és én ebben találtam valami szépet, és hát valamikor az első felvonás vége felé éreztem azt, amikor olvastam először, hogy ezzel nagyon jó lenne foglalkozni, és azt láthatjuk, hogy a Bence és a Józsa Betty, tehát az Alfred és a Marian egy eljegyzési bulin összetalálkoznak, egymásba szeretnek, ez ennél egy bonyolultabb dolog, de mondjuk azt, hogy egymásba szeretnek, és utána azt látjuk, hogy az 1930-as években a két világháború között ebben a gazdasági világválságban milyen megpróbáltatásokat kellene a kapcsolatuknak kiállnia. Nem akarok igazából a történetből többet elmondani, mert nem akarok poénokat lelőni, de hogy hát igazából azt látjuk, hogy mi lesz ebből a szerelemből. Nem először dolgoztál együtt most a színházzal, hiszen a Balek hatalmas sikert aratott. Azt hiszem két évadon keresztül is játszotta a színház. Milyen érzés volt visszatérni? Én nagyon vártam, szóval hogy nagyon, nagyon élveztem a Balekot is, nagyon megszerettem ezt a társulatot, és sok mindenkivel tudok újra dolgozni abból a csapatból, meg vannak újak is. Tehát például Széles Zitával eddig nem dolgoztam, Horváth Lackóval, Ijés Ákossal, Pregicer Fruzsinával nem dolgoztam, akikkel most van lehetőség, meg arra is lehetőséget adott a színház, hogy a Szalai Bencét elhívjam erre a szerepre, vagy Józsa Bettit, aki mondjuk a Delilában is játszott. De hogy tök jó, hogy velük is lehet dolgozni. Szóval, hogy van egy ilyen fúzió a régi ismerőseim és a Nyíregyházi Színház társulata között, és ez szerintem hasznos, vagy ez egy jó kölcsönhatás. Milyen érzés volt, amikor felkértek arra, hogy gyere is játsz Nyíregyházán, noha nagyon sok elfoglaltságot van, ezt tudjuk. Igen, hát engem a Benő hívott föl, hogy lenne ez a szerep, ez a darab. Én nagyon megörültem neki, mert a Benőnek láttam több rendezését is még Pesten, itt sajnos nem tudtam megnézni darabjait, és nagyon szerettem volna vele együtt dolgozni, nyilván, vagyis igazából már félig meddig dolgoztunk együtt az egy nyári kalandban. Színészként találkoztunk, de így még nem, és akkor elmondta, hogy kik a csapat, és abszolút bennem volt, hogy nagyon szívesen jöjjek. Ráadásul én pesti gyerek voltam mindig is. Tehát nekem ez kifejezetten azt éreztem, hogy így talán még jót is tesz, hogy most kicsit kiszakadok ebből az egészből, és lejövök Nyíregyházára, és én most le is költöztem ide, szóval abszolút nyíregyházivá avanzsálódtam itt. És hogy tetszik Nyíregyháza? Én azt tudom, hogy a nyíregyháziaknak nagyon szimpatikus vagy, mert hogy nem egy üzenetet kaptam már, hogy te jó ég láttam a viszkis sétálni a Kossuth téren, úgyhogy ez nagyon kedves volt. Hogy tetszik a város? Hát nagyon tetszik, nagyon, nagyon, nagyon szimpatikus mindenki, sokkal, sokkal lassabb ez a város, mint Budapest, és ezt nagyon sok mindenben lehet érezni. Ilyenkor magamat elmebetegnek érzem, tehát hogy nem tudok mit kezdeni magammal, de jó, mert azt érzem, én is kezdek kicsit megnyugodni és rájönni, hogy hova rohanunk. És hogy mindenki nagyon-nagyon nyitott felém, tehát ez nagyon jó érzés, hogy ilyen kommunikatívak az emberek, és alapvetően tényleg mindenki kedves, úgyhogy nagyon jó, és ez a munka, amiben foglalkozunk, ez a szerep olyan nagy, és olyan annyira leköt, és annyira foglalkoztat, hogy rég volt már ilyen jó színházi szerepem. Úgyhogy ez egy kifejezetten jó időszak most nekem. Kicsit mesélj nekünk Alfred karakteréről. Miben tudtad megtalálni a kapcsolódási pontot? Mindenben. Szerintem mindenben. És szerintem ezt a Benő jól tudta. Vagy hát voltak sejtéseim. Voltak sejtései. Nagyon-nagyon sok, annyira egyértelműen rengeteg élethelyzetet magamra tudok emelni az én szituációmból. Csak azért kicsit nehéz is meg kell vele dolgozni, mert az embernek beismerni a saját nagy problémáit, meg hogy milyen önző is vagyok valójában egyes helyzetekben, vagy mennyire nem érdekelnek mások
véleményei, hanem inkább az enyémek, ezekkel nehéz szembenézni, és ezekkel nehéz dolgozni, de szerintem ez ebbe sok olyan, ez a munka lehetőséged ad arra is, hogy én magammal sokkal jobban tisztában jöjjek. Szóval abszolút, abszolút. De hogy konkrétan karakterről mit tudok mesélni, ez egy fiatal srác, aki azért nagyon-nagyon szeret élni, tehát szerintem inkább egy olyan hedonista életet akar élni, amiben neki semmi felelősségvállalása, semmi munkája nincsen, hanem csak úgy legyen meg, és így sodródik egyébként az árral. Tehát ami jön lehetőség, abból mindig a legjobbat kiválasztja, attól függetlenül, hogy ezzel kit tipor a semmibe. És észre se veszi, tehát nem hiszem, hogy ez egy gonoszság lenne mögötte, hanem csak egy egyszerű butaság és önzőség, ami miatt nem vesz észre azt, hogy mit csinál maga körül az ember. Nagyjából ennyi, szerintem. Másfél hét maradt a bemutatóig. Hogy telik nektek ez az utolsó időszak? Elég jól, igazából. Nekem sok előadásom volt előtte. Folyamatosan ingázni kellett Pest és Nyíregyháza között, és ez végre egy olyan időszak, hogy csak erre, ebben a 10 napban már tényleg csak erre lehet koncentrálni, és ez egyrészt nagyon megnyugtató, másrészt meg azt érzem, hogy a társulatot is, meg engem is ilyen plusz energiákkal tölt el, hogy most vagyunk a hajrában, vagy közeledik a finish, meg a bemutató. Milyen jelzéseket kaptok? Várja a közönség? Várja? Tudom. Nem kapunk jelzéseket ezzel kapcsolatban, de hát gondolom várják. Vagy hát tulajdonképpen ez lesz az első megtartott bemutató a színházban, és biztos vagyok benne, hogy nagy várakozással vannak a nézők. Biztos nagyon nehéz kijelölni egy olyan korcsoportot, aminek kifejezetten szánjátok ezt a darabot, de ha mégis meg lehetne, akkor mi lenne az? Hát ugye 16-os karikát raktunk rá, és nem csak a történet bonyolultsága miatt, hanem vannak olyan elemek, amiket egész egyszerűen fiatalabbaknak nem ajánlunk. Tehát azt gondolom, hogy 16 év fölött 99-ig bárki. Ha egy mondatban tudnátok valamivel ösztönözni a nézőket, mi lenne az? Hát jöjjenek el mindenképp, és nézzék meg. Egy olyan színház élményt kapnak, és egy olyan történetet, amit szerintem kár lenne kihagyni, ha már egyszer itt vannak Nyíregyházán. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és időt szakítottatok ránk, és nagyon jó bemutatót kívánok, utána pedig minél többen menjenek, és nézzék meg a darabot. Köszönjük szépen. A nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, hiszen ennyi fért a mai Sziesta Pluszba. Tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!